Hát tenger mély a tisztelet, kedves barátkáim! Én Oszkár vagyok, és ez itt nem más, mint a Sirius Sam negyedik részének a végigjátszásának a következő epizódikussága. Bent vagyok a játékban, bizony. Betöltöttem előre, hogy ne kelljen végignézni a loading screen-t. Remélem, hogy az OBS mindjárt felzárkózik. Jól van, jól tetted, köcsög. Hú, láttad azt a becsapódást? Szóval, ha minden igaz, sőt, gyakorlatilag 100%, hogy most már 2K-ban fogok videózni, mármint 1080p-ben, de 2K-ban renderelem le OBS-jel a felvételt, vagyis hívom elő. Úgyhogy gyakorlatilag, hogyha nem premier módban nézed, akkor érdemes 2K-ban nézni, ott a kis fogaskerék ikonra, hogyha kattintasz ott lent a videó alatt, akkor ott át lehet állítani 2K-ra, tehát 1044p-re tulajdonképpen. Na, szóval itt vagyunk, megöltük ezt a bestiát, és hát most olyan lávás pálya jön. Fel kell zárkózni, gyereke. Na, milyen fegyverén vannak? Fú, nem nagyon. Hát mondjuk sörítésből van elég sok, 5 darab gránát az nem sok. Gépítjú, újra töltjük. Pont 50 töltény van benne, kecs. 5 darab rakéta. Hát én azt mondom, hogy a double pistolnál fogok most maradni. És akkor let's go, let's do this, motherfucker! A mentés ikon pont nem látszik a pofámtól. Na, akkor itt vannak ilyen titkos helyek, nem? Nem nagyon. Jó, vajon mi vár rám? Mondta Spesz, hogy ez egy nagyon nehéz pálya. Ilyen furcsa. Vaj, mely élesítés raktam ére? Mi? Jaj, no. Mik ezek? Hadd nézzem, amikor élesítés van-e rajta. Nincs. Jól van akkor. Viszkeratomból megvakarom. Igen, de finom. Finom volt a megvakarás élménye. Mi ez? Azt a rothadék. Na támadj, ha mersz, köcsög. Hú! Gépítyú lőszer, jelentem tisztelettel. Mennyi fér ebbe bele? 80, aha! Jó, sörétes töltény. Remélem a 2K-t fogja bírni az OBS. Eddig úgy néz ki, bírja. Szóval oda át kell valahogy jutni. De nem olyan egyszerű az. Nem olyan egyszerű, gyerekek. Kedves ambák. Nézzünk azért körbe. Fú, azért durva a HARP mire képes, mi? Beüzemelték ezt a technológiát itt az előző rész végén, és egyből felgyulladt a pálya, meg minden, meg kitört a vulkán. Jaj, mezítlám, ne nagyon mászkáljatok itt erre fel, gyerekek. De micsoda zene? Érzékeled a zenét? Jó, hát egyértelmű, hogy hol kell tovább jutni, itt. Garoppa. Sam, it's getting mighty toasty over here. Hurry up. Kezd rohadt meleg lenni, mondja Hellfire. Nekem mondod, Hellfire, baby. Az golyóim szinte már lángolnak. Őnek a rád gondolok. Na mi az ott? Kigyulladt egy fa. Dirty jokes. Ja, átmentem ilyen Duke Nukem Serious Sam kombinációval, mi? Ami a izét illeti a beszédemet. Ahogy mondom a dolgokat, a történéseket, ahogy kommentálom a videót. Nézd ma oda, ott próbált lekempelni az a köcsög. Nem jártál sikerrel? Haha! Dupla pisztolyom ellen. De jó ég! Mi ez itt? Mi ez itt? Semmi? Azt hittem, hogy valami. Hát igen, a fénykezelés nem valami jó ennek a játéknak, azért ezt el kell mondanom. De tényleg azt nem tudom, hogy gránátot az honnan lehet szerezni. Külön fel kell venni, vagy mi?
azt hittem, hogy egy repedés a falon, de nem. Sam, I would like to study the effect of extreme temperatures on the enemy forces. Perhaps you could assist me by collecting some tissue samples from scorched extraterrestrials. So, I'm running from an exploding volcano, and you want me to help with your science experiment? If it makes you feel any better, I will reward you with an upgrade for your rocket launcher. One of my own design. Seems reasonable. Szóval azt mondja, hogy 5 mintát kell gyűjtenem földön kívüliekből, amelyek lángra lobbantak, hogy a professzor azt tudja tanulmányozni ezeket a mintákat, és cserébe valami fejlesztést kapunk a rakétavetőnkhöz. Ezt mondta. Hát akkor ezt mindenképpen teljesíteni kell, csak tudnám, hogy hol van az 5 szempont. Például ott van az egyik. Ha jól látom, nem olyan túl messze tőlem. Na, hol van? Ha közeledek, de várj, azért elnézek ebbe az irányba is. Hát, itt találok valami finomságot. Várj! Hát, ha kiugrok a pályáról, mi? Nem. Bár én el tudok jutni olyan helyekre is, amire a készítők szerintem egyáltalán nem gondoltak. Aucs! Sörétes lőszar. De kicsit zavaró, hogy ilyen zárt helyeken belassulszem. Ott valami új fegyót látok. Valami itt is van, ez valami raktár lehet. Ú, ez egy bad karma. Hú, ez egy nyomkövetős, hát. Na, mi a tőgy? Úgyni. Na, nem baj. Mert ide valahogy be lehet jutni, nem? Hogy lehet ide bejutni? Kérdem én. Miért építették ezt ide, hogyha nem lehet bejutni? Kérdem én. Logikailag... Ura. Ura a logikát, gondolom, hogy ott be lehet valahogy zuttyanni, ha állja. Akkor másszunk fel mondjuk itt. Hát nem tudok felmászni, az a baj. Akkor lehet, hogy ott kell valahogy felmászni és így körbeugrálni. Furcsa, ezek az ugrálós feladványok. Furcsák többes számban. Lehet, hogy ezt kell szétlőni. Hát nem. Tévedés áldozatává lettem, sőt nem tudok átlőni sem. Hát akkor majd visszajövünk később. Kukát nem lehet aktiválni, apukám. Blutty, zutty, sutty, brutty, jajaj. Kamikázva a láthatáron, halhatáron. A kamikáze nem jó jel, gyerekek. Jobb, ha távol tartjátok magatokat a kamikázéktól. Fogadjátok meg Oszi bácsi tanácsát. Hú, azt hittem, hogy egy tűzlabdát lőttek mellém. Hol van a lánguló csipkebokor? Nice and crispy. Szóval ez volt egy darab. És akkor még 4-et kell megtalálni. Halleluja! Ez milyen furcsa már, nem? Ez a fényeffekt. Nagyon! Az valamelyik néző múltkor lefosta a bokáját. Amikor büfögtem egyet véletlenül. Kevésbé, nem túl visszafogottan. Hát így báááá! Akkor Jézusom, lefostam a lábszáramat, mondja. Bokámat. Ez távcsöves puska lenne itt szerinted?
Ez hanyos fegyver van? 5-ös, 8-as. Na, ez biztos jól fog jönni. Got Scorps here. Hey, me too. Killed those Scorps. Hey, me too. Scorp buddies. Scorp buddies. Jönnek a skorpiók. Ajajaj. Hellfire is szembe találta magát skorpiókkal, de megölte őket. Sam bácsi is mondja. Jaj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 . Következő testrész az valahol arra van, 117 méterrel odébb. Rakéta. Dupla lövés, ez jó. Ez az. Fülelni kell. Na, meghasználni a fedezőiket. Jó, ezek nem sebeznek, vagy lehet sebeznek, csak nem vettem észre. Van itt valami. Nem lehet kinyitni. Jaj! Jól megy. Ezt mindjárt kapok egy rakétát a homolokomba, mi? Ugye megjönnek a piros izék. Skorpiók! Gyógyító cucc! Felvéve.
Rips Robs. Mint a második. Well, he's done. Már csak három darab kell. Fincsi dolgok hullottak ki az ellenfelemből. Szerencsére nem a valakából. Ahhoz nem feltétlenül lett volna gusztusom felvenni, ha érted, mire gondolok. Páncélovics. Orosz barátom a páncoló Páncélovics. Páncélovics. Páncélovics Tibor. Careful, y'all. Don't set your cojones on fire. You know, that's good advice in general. Lelobbantsátok lángra a golyóitokat. Az a cojones, ez spanyolul magyarókat jelent egyébként. Jézus Mária, lőni fognak rám, úgy érzem. És kész. Így kell megoldani az ilyen problémákat. Gránát is volt közte. Szuper. Szeretjük a gránátalmát. Ugye rálépek, akkor megsüti a lábikámat, úgyhogy szerintem nem akarok rálépni. Inkább nem. Ez az inka a falu leginkábbika. Gerappa. De jó ég! Gondoltam, hogy már itt jön ez a radék. Has joined the little scorps. Aw, I haven't seen a big one yet. Isn't that a good thing? But we were scorp buddies. Hellfire még nem látott nagy skorpiót. Pedig skorpió barát vagyok, mondja Hellfire. Hát nem lehet igazából jól lefordítani magyarra ezt a scorp buddies-t, vagy nem tudom, hogy lehetne úgy lefordítani magyarra, hogy ez visszaadja az angol eredetét. Ez a baj egyébként ugye a nyelvek közötti átjárhatósággal, hogy például van egy, például a Macskafogó című rajzfilm, mert azt lehetetlen lefordítani úgy külföldi nyelvre, hogy ez teljesen visszaadja azokat a magyar poénokat, amik szójátékok ugye benne vannak, amit csak azon az adott nyelven lehet ugye teljes mértékben átadni. Jaj, ne! Például a legutóbbi Macskafogó filmben volt egy olyan poén, hogy ilyen démon macska ugye, alattvalóinak adott egy ilyen fegyvert, ami az egyik új perce volt. Lecsavart órat, és azzal így tudtak lőni. És ugye kiürült. És akkor így panaszkodtak, hogy de hát már nem működik ez a szuper jó fegyverrel, most mit csináljunk? És akkor a démon macska meg így mondta, hogy ne aggódjatok, kaptok egy újat. És egy másik ujját is le
csavart és odaadta neki. Na ezt például nem lehet lefordítani semmilyen nyelvre, mert ugye angolul ez hogy lenne? No problem. I give you a new one. Adok egy újat, de ugye az new. Hey, mi volt ez? Ezt visszatöltöm, mert degradálódtunk. Come on, bitch! Szóval értitek már a dörgést? Remélem értitek. Nem akarok szájbarágóst itt játszani. Na. Sörétes. Életerő cocc. A skyboxnak látom a szélét. Ha mi ez? Mi ez az elsietett dolog? Na gyertek. Nem árthattok nekem, van egy dupla pisztolyom. Ennyi. Ennyit rólatok, köcsögék. Köcsögfalviak. Mi ez? Mi ez a hangeffekt? Én vagyok Sam, a megállíthatatlan. Sam bácsajcs megérkezett. Mi van itt hátul? Hát mi ez itt? Kilőtt lőszerek? Hát ezek azok. Tényleg azok. Csak így hasonlítésszerűen mondtam valamit. Kiderült, hogy beletrafáltam. Jaj, ne sötét helyeken való mászkafika. Nem szeretjük. Különösebben. Ezt nem lehet kinyitni? Nein. Sötét helyszínek. Helmes. Tücs. Úgy bizony. Egyik pisztolyt a másik után újra töltöm. Ez itt mi a lótúró sörítés? What? Levegőben eltaláltam, láttad ezt? Ez az. Thank you.
Oké. Fú, ez a tűzhányó jól kitört. Valami finomságot látok. Gondolom, hogyha ezt itt felveszem. Ó. Akkor gyanúm beigazolod. Mi ez? Mi ez az optikai? Optikailag itt valami nem stimmel. Várja. Ez jön egy köcsökség, de ezt hogy lehet felvenni, akkor várja. Na várja. Valahogy csak fel lehet. A kaput kéne valahogy eltávolítani. Lopakodni kéne. Mekkora egy szemétség ez. Na várjál, megpróbálom kirobbantani a kaput. Hát nem ez a megoldás, de vajon akkor mi lehet a megoldás? Próbáljuk használni valami tárgyat? Hát de csak ez egy van. Fel tudnék mászni ide. Ha, nem tudom, mit kéne. Majd később visszajövünk. Várja csak, mi ez itt? Ah. Torcs. Várja. Ez valóval. Akkor be kell rakni ezt a torcsot? De hova? Vinni ezt a torcsot. Na jó. Akkor magammal viszem. Vagy várj, meg kell gyújtani? Lehet, meg kell gyújtani. Várj, hülye vagyok. Meg kell gyújtani, hát akkor miért lövöm? Várj, csak hol van a pisztoly? Hát itt van a tűz. Logika! Logika! Time warp. Secret gadget has been found! Na. Azért csak számot tettem a 130-as ikumról, he. Az annyira nem vagyok hülye. I'm in the mood for a cheeseburger. De jól esne egy sajtburger, mondja. Sam bácsi. Na várjál, nézzünk azért itt körül.
Mi ez itt? Jó nagy pálya. Tehát ott fenn már voltunk, na most várjál, itt még láttam lent dolgokat, meg amit érdemes lenne esetleg felvenni. Ugye a sárga dolgokat nem tudom felvenni, mert maxon vagyok belőle. Meg a, és a pirosokat nem tudom, a sárgát, az talán igen. A zöld az meg egy új tárgy, azt jelzi. Biztos, hogy voltunk már mindenhol. Na jó. Ajjaj. Megjött Molnár Krisztián. Burns twice as bright, dies twice as fast. Paraphrasing Lao Tzu, sir. That's elaborate. My one-liners go extra deep. No. Nem lesz a kedvencem ez az új ellenség típus. Ruff. Erre kell olyan tovább menni? Nem hiszem. Ez kizár dolog. Bár... lehet, hogy arra kell, ja. Majd meg azért körül nézek. Egy kicsit még itt. De szétment ez a fa. Ja, így is meg lehet. Közelíteni a helyszínt. Guys, get back to the car ASAP! But I'm having such a nice barbecue! Gyorsan gyertek vissza a kocsihoz, mondja Hellfire. Pedig olyan jó barbecue-t csinálok, éppen, mondja Sam. Hát ilyen bográcsoljunk, gyerekek, még egy kicsit. Nyilasznyi. Pici tárgyacskák. Ez a biblia. Lilláncolva. Rakéták. Rockets. Na, akkor menjünk ide lefele. Nézzünk körbe. Lefogolom, itt valami van. Valami finomságot csak tettek le ide a készítők, vagy nem? Lehet, hogy nem. Szívem szomorú. Szomorú szamuráj! Esetleg a másik végébe? Az lehetséges. Tudtam én, hogy van valami. Kip-kop. Tud, kip-kop. Kip-kop. Fogadjunk, hogy ezek ki fognak nyílni, hogyha felveszem azt a szárt. Na? Nem?
Nem nyílt ki. Azt hittem, hogy fejem leszedi a játék, hogy felmertem venni egy 50-es páncélt, de jó ég. Egész rendes. Most visszafelé így megjelent volna egy tűzgólem, mi? Durva lett volna. Valamit láttam. Te ott látok valamit a távolban. Darab rakétát sajnos ellőttem. Nem baj. Majd még lesz. Hú, ott is van egy. Egy Molnár Krisztián. Szegény Krisztián. Igen, dagadt ellenfelekhez hasonlítom őt. Közben meg én is dagacs vagyok. Még nem annyira, mint ő. Az is igaz. Mi ez? Hallok valamit. Nyöszörgést. Ne nyöszörögj! Még pisztolyjal viszem végig ezt a pályát, hát beszarsz. Jajjajjajjaj. Centrálok. Elejtett páncéldarabkákat. Lehet, hogy nyugodtan rámászhatok erre, nem süti meg a valagamat. Meg itt még fostam nagyon. What's your status, Sam? I'm on fire! Oh, okay. Mi a helyzetet, Sam? Kérdezi Hellfire. Lángolok! I'm on fire! Oh, okay. Gondolom, erre nem lehet jönni. Ó, egy újabb kar. Nem túl jó karma. Ez neki. A szörny karmája. Na most ezt felveszem, mindjárt rám fog támadni minden innen belülről szerintem, nem? Professor Kiesel, I got your order at Crispy Fried Alien ready to go. What? But I didn't...
Oh, I see. Ha ha. How entertaining. Really? Nein. Your humor is incomprehensible, bordering on deranged. But I will have your reward waiting for you at HQ. I'd be offended, but I like rewards. Na, még egyet azért össze kell gyűjteni, hogy megkapjam a cuccot. Viszont itt gyanítom, hogy valami baszóbb harc lesz. Ja. Nem tudok akkor átugrani. Még látok egy ládát ott lent, végtelen rakétával talán. De nem, gránáttal, ha C4-jel. Aha. Ez jó. Szeretjük a C4-et. Bár a végtelen rakétának még jobban örülnék. Puk! Hallom ám a sikítást. Dobozok. Na jó, menjünk tovább. Akkor. Ajá, izé az hogy van? Kettes. Aha. Na jó, mivel itt a közelben van C4, ezért én most ezt fogom használni. Azért nem mindenre. Szóval sok mindent megold a C4, de azért nem mindent. Például a szerelmi ügyeket megoldja. Bár még nem alkalmaztam egyszer sem. Ezek itt ilyen zsákok? Megyünk vissza. Eltölti kézzük a tartalékainkat. Néha így nagyon bekezd a játék. Durrant. Hey, mi volt ez?
kérem alással, nem szabad itt durrantgatni. Hát lehet járni, körbe lehet járni ezt a pályát teljes mértékben. Hely, 10 darab páncél! Ki lettem segítve. Hullott ki belőletek egy-két dolog. Ha ezt fel fogom venni, akkor elszabadul a pokol. Szerintem, úgyhogy sörítesse fel. Nem? Azt hittem, hogy gonosz lesz a játék. Sirius fokozatlan így. Hülyéskedni is van energiám, mi? Kenny, what's your status? Running, sir! Futok, uram. Mi a státuszod, Kenny? Rohanok! Nagyon helyes, Kenny fiam. Megmondtam, hogy rohanj! Akár csak Forrest. Forrest Gumpnak is megmondtam. Run, Forrest, run! Egészségügyi. Cucc, Gumbo. Ha! Jaj, valaki megint lefosta a bokáját. Ajjajjaj. Jaj. Ez szinte nem is lehet nem végrehajtani a mellékküldetést. Tehát gyakorlatilag a főküldetés is oda visz. Jaj, ne.
Fúcska! Szar történik itt, kérdem én. Oké. Okay. Nem kell sajnálni a sörítest, én úgy vettem észre. Van belőle bőven lőszer. Tehát ez egy olyan fegyver, úgy veszem észre, ami... Tényleg olyan, hogy majdnem kifogyhatatlan. Van még? Remélem nincs. Nem legyen több. Van még?
Okay. Végülis azért vannak a tárgyak, hogy használjuk. Ott valami fent van. Jöttem el. Na, oké, menjünk tovább. Hűha. Ah, egy újabb ládika. Skill point. Na, azt mondja, hogy dual wield harder, dual wield two-handed weapons. Fire and reload even while sprinting. Ez is egy hasznos dolog egyébként, úgy érzem. Aha. Na jó, sima sörétest az. Így fogjuk használni. Ez durva. Egy alapból így fogja. Ja. Meglátjuk. Sam, hurry up! It's hot enough to fry an egg on the hood! Alright, alright! Damn, woman. Now you made me think of breakfast again. Azt mondja Hellfire szemnek, hogy siessél, mert olyan meleg van itt, hogy már szélvédőn tojás lehetne sütni. És mondja Sam, hogy jó, most megint eszembe jutott a reggeli, ugye, amit előző részben kihagyott. Na most ide, hogyha belemegyek, mi van? Jó, hogy nem tudok belemenni, aha. Bele tudok menni. Na jó, persze, minek mennék? Biztos, hogy most lesz valami mini boss harc, figyeljed. Ez nagyon-nagyon... Jaj. Krisztián szórakozik megint. Ennyi bennye Krisztián. A levegőben lóg a szobor. Bezáródott ez a szar. The door is locked. Kéne életerő. Ah!
Csak kérni kell, az univerzum megadja. The door is locked. Valami finom, jaj, valami lesz. Bad karma trap, vagy nem? Nem. Hello. Imádlak, baby. Ajjaj. Vegyük fel, vajon? Egy életerű. Ekkor egy köcsökséget. Na vaj. Hogy köcsökség, nem igaz. Na gyertek! Gépfegyverre át fogok váltani az első robbantás után szerintem. Picsába! Lehet úgy kéne, hogy az első robbantás után elmenekülök. Játék ez, ha... He. De legalább a felrobbant ellenfelek adnak egy életerőt, ugye? Hát akkor még itt kell jó párnak lenni, az. Így van, legalább ennyi. Te jó ég. Meg itt is felrobbantottam jó párat. De jól megoldottuk, nem? Remélem büszkék vagytok, nem? Nem adtam fel. Sokan itt szerintem azt mondják, hogy fuck it. Én nem. Ja. Végül is jól jöttünk ki belőle.
utólag belegondolva a pisztolyjal is meg tudtam volna oldani. Á, és itt van a izé. Who wants the white meat? Who wants the dark meat? A hatodik. Hold on, it's all dark. Na, oké, meg lesz akkor a izé. Na, csak is akkor, ha először a laborba el kell menni, gondolom, akkor fogjuk megkapni a rakétavetőhöz az fincsiséget. Na most jól jött a C4. De komolyan csak emiatt érdemes magunknál tartani. Kenny, status! Still running. Everything's coming down. Had to take a detour. Jó, ilyen sokat tud futni ez a Kenny. Kenny vágja. Úristen, mennyi van még ebből a pályából olyan? Kid. Rescue Kenny. Oké. Okay. Kenny bajba került, úgyhogy meg kell menekítenünk, ki kell menekítenünk őt. Olyan miféle bajba keveredhetett. Gyanítom, hogy menet közben mindenki meg fog halni. Kivéve talán Hellfire-t. Hogy nézzem meg itt, hogy mi van még egyszer be izélve. Csak a izé eye adaptation, aha. Ja. Uf. Sir, over here, sir. What happened to you? I got trapped under this statue of Uranus. That doesn't look like my... Let's not go there. You're right. I can do better. Thanks, kid. Now come on. We need to keep moving. Rádölt egy szobor. Can you walk? Jó erőben van. I'll do my best. Most van egy segítőnk. Jól van. Van egy sörétes puskincája van neki. Így bizony. Erre nem hiszem, hogy bármi is lenne. I lack experience, but I'm very motivated. Reloading. Beleremegett a fa is. A fa is. Ez itt micsoda? Elhulajtott tárgyak képesség, ez tényleg sokkal jobb. Jó, hogy újra játszottam azt a pályát. De milyen jó, hogy mondta valaki. Ez a közelről kivégzés, ez hülyeség. No, really?
életerügyi minisztériumba el kéne vándorolni. Sir, there's clearing coming. Jönnek a clearek. Sir, I think that's it for now. Let's clear them out. It was hell of a one-liner from me. By the way, this type of situation, perfect for fire-based one-liners. Go ahead, give it a shot. But what if I fail? Will you fire me? No, of course not. I see what you did there. Well played. Yeah. Tehát itt most azt mondta Sam, hogy ilyen lávás helyen előtérbe kell helyezni azokat az egysorosokat, ami a tűzzel kapcsolatos. És akkor ugye mondja Kenny, hogy és, de mi van akkor, hogyha nem sikerül egy ilyen egysorost kitalálnom most itt helyben, akkor ki fog engem rúgni? Mert ugye angolul ez meg úgy van, hogy will you fire me? A fire az meg tüzet is jelent. Na. Csak hogy értsétek a point! Valami. Félő, hogy amögött a kerítés ajtó mögött valami durva dolog lesz. Na, akkor töltsük újra az összes fegyónkat. Egész jól állunk. Ó, remekül állunk. Remekül, remekül. Jajjaj. Okay, I'm firing up the engine. The clock is ticking and melting. The metaphorical clock is actually melting. She's firing up the engine. You're not my mummy or my daddy. That's weird. Én nem ezt akartam. Na, ja, nincs C4-em. Ja, hát jó, azt igen, nem volt C4-em. Nem baj. Ezt nem láttátok, nem történt meg. Okay, firing up the engine. The clock is ticking and melting. The metaphorical clock is actually melting. Going in for the kill, or injury at least. This is kind of painful. Kenny 1, aliens, zilch. Take that!
Hú, azt ő ejtette el ezt a nagy pakkot. Not so tasty now that I have a gun, huh? Kezd olvadni. Jaj, ne! Megjött a Krisztián is. Áj. Na. Szóval. Mi a? No! It's one of Lord Ackerman's infamous witch brides! Yay! Hold still, damn it! Abracadabra, lady. See, you're getting the hang of it, kid. Guess I am. Yeah, sure. Get in the car. This place is going to hell. Jones? Didn't make it. Shit. Let's get out of here before we join it. Fek a csávónak annyi. Ketté harapódott. Ja. Na, még belenézünk a következő pályába, aztán utána berekeztem az adást. Ó, ez intenzív volt azért ez a harc. De tipikus Sirius szem.
logikatól éppen, hogy 1% életőrűvel nagy nehezen végigvitted a összes szörnyet ledaráltad, aztán egy boss harc. Még itt a végére, mert miért ne? Úgy szeretsz lövöldözni, nem? Úgy besötétedett itt menet közben. És nincs poloska! Azért a szúnyogháló az megteszi a hatását. Már múltkor hazahoztam egy poloskát, néztem, így mosolyogtam rá, hogy he-he, nem tudsz bejönni. Azt így néztem közelebbről, ja, hogy ez már bent van. Bassza meg. What the hell happened out there? Stand down. Ákos kapott egy pofont. I'm not going to court-martial you for assaulting a superior officer. But if you think I'll apologize, Stone, think again. Being a leader means having to make tough calls, even if people hate you for it. I've accepted that burden, but I also demand the respect that comes with it. You want respect? You don't leave people out to fry. Maybe one day you'll find yourself in my shoes. And then you'll understand that pragmatism beats idealism any day of the week. But we have bigger problems now. Quinn? This discussion isn't over, sir. The plan worked. The raiders are down, but there's been a hiccup. There's always a hiccup. Carter and Delta Team escorted Father Mikhail into Rome. They were on their way to the Vatican Library, but we lost contact with them at 1300 hours. Any idea why? Negative. They were in the catacombs when we lost comms. It could be equipment failure, but given the seismic activity in the area... You think they brought the house down? Figures. Their last known position was near the Colosseum. Enough talk. Take Rodriguez. Find them. Hey, Rodriguez! Check out this rocket launcher gizmo I got from the professor. Whoa! That's a lot of rockets. Jealous? Me? What? No! I could shoot plenty of rockets. Shut up, Hellfire! Aztán ott mennyi rakéta. Ezt is lehet majd duál wieldezni? És hogy tele lesz rakó rakétával a képernyő. Hú. Egész jól állunk. Na jó, akkor én amondó vagyok, hogy itt csinálok egy nagy mentést. Meg egy kicsit. És innen fogjuk folytatni, kedves testvéreim, remélem élveztétek ezt az adást is. Iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, és egyébként úgy utólagosan is nagyon szépen köszönöm az új Patreon támogatóimnak, ahogy támogatnak. Minden egyes fillér jól jön ezekben a nehéz időkben. Szóval majd erről fogok külön egy ilyen videót is csinálni, amit majd így a videóim elejére vagy a végére bejátszok, mert azért a tiszteletadás az lényeges. De ha mégsem tenném meg, akkor köszönöm szépen. Na, tartsatok velem legközelebb is, én Oszkár voltam, sziasztok!